Legutóbb arról beszéltünk, hogy ha lenne szárnyad, akkor az mindenképpen zöld lenne. Viszont azt is mondtad, hogy nagyon színes a munkaköröd. Te magad is egy ilyen színes egyéniség vagy? Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem igazából a világ az, ami színesebb, mint valaha, és én azt szeretem a munkámban, hogy tele van kihívásokkal, amire nap mint nap válaszokat kell találjunk. Egyébként ebből a szempontból az egyik kedvenc termékem az e-flotta. Ahány cég, ahány önkormányzat, annyi ügyféligényre tudunk elektromos autó megoldásokat találni. Akkor az biztos, hogy unatkozni nem szoktál egyáltalán? Hát az kizár. Mindig törekszünk a legjobb megoldásokat, a legjobb ötletet megtalálni, ami sokszor nem egyszerű, de nap végén azt gondolom, hogy ez sikerül. Az én dolgom viszont szerencsére nagyon könnyű, mert az látszik rajta, hogy szeretsz a munkádról beszélni. Ezt hogy csinálod? Élőben nyomod a csetet? Megbeszélhetik, hogyha a foglalással kapcsolatosan bármi probléma adódik, hogyha valaki korábban szeretne odaérni a töltőhöz, vagy éppen SOS szüksége van rá. Amikor elkezdtük ezt a fejlesztést, amikor az ötlet csírája felmerült, akkor még science fictionnek tűnt, de ma meg már ott tartunk, hogy sikerült és megoldottuk. És meddig? Hol lesz ennek a vége szerinted? Én azt gondolom, hogy amíg örömet ad, energizál minket, igazából egy szóval azt mondanám, hogy bármeddig. Bármeddig, mi is megyünk tovább, sőt szárnyalunk tovább az E.ON világában.